Sziasztok, Vancák Vilmos vagyok, és nézzétek az NSO TV-t. Hát nagyon nehéz most őszintén szóval így megszólalni, mert gondolom, hogy nagyon jól küzdöttünk, nem játszottunk így sziporkázó játék, nem volt igazából, de hát 4 vesztes mérkőzés után úgy gondolom, hogy ez a küzdelem, ez ebből ki lehet indulni, tehát ez egy jó mérce volt igazából, egy nagyon erős Győr ellen. Hát igazából nem voltunk alárendelve, nyerhettünk volna akár itt a végén. Még éreztem is a csapatba egy kicsit, ugye a második fél idő közepén azért voltak nehéz percek, azért a Győrnél volt többet a labda nyilván. Itt a végén egy kis lökés pluszot próbáltunk beletenni, hogy meglegyen a győzelem. Erre hát itt az utolsó percben kikapunk. Valahogy a szerencse nem áll mellénk. Én úgy gondolom, hogy az első félidőnk az hagyott maga után kívánivalót, de a másik félidőben úgy focisztunk, ahogy tudunk. A második félidőben tudtuk rendezni a sorunkat, úgy gondolom, akkor sokkal gyorsabban játszottunk, sokkal jobban ráerőltettük az akaratunkat az ellenfelünkre, és úgy gondolom, hogy teljesen megérdemelten fordítottuk meg a mérkőzést, hiszen annak ellenére, hogy volt egy helyzet az MTK-nak a második félidőben, nekünk volt 2 olyan gól is, amit nem adott meg a játékvezető, illetve voltak olyan lehetőségeink, amit kihasználatlanul hagytunk. Úgyhogy a második fél idő játékhoz gratulálok a csapatnak. Nem futballoztunk megfelelően, de küzdelemről ebbe az időszakban is jól vizsgáztak a játékosok. A második fél időben kétségtelen volt egy nagy lehetőségünk 1-1-nél, de most nem abban a paszban vagyunk, hogy nekünk befelé pattanna a kapufa, bár ez nem kapufa volt. Hát remélem, hogy azért ez a tendencia hamarosan megváltozik. A csapatként nagyon sokat tettünk, sokat léptünk előre. Egy nagyon erős Győrt megszólítottunk, de hát megint csak az a tipikus, szimpatikus vesztes jut nekünk. De hát sajnos ilyen a futball. A Győr is megtett mindent persze ezen a mérkőzésen igazából. Szerencsém elég pártolt, igyekszünk jövő héten javítani. Nagyon jól érzem magam itt Győrben, amióta ide jöttem az első meccstől kezdve. A srácok befogadtak, még többiket ismerem is, de nagyon pozitívan álltak hozzám, és ez nagyon sokat segített a beilleszkedésben. Mester is sokat foglalkozott velem külön, hogy minél hamarabb be tudjak illeszkedni a csapatba, úgyhogy ez nagyon sokat segített számomra. De egy jó csapathoz kerültem is igazából, úgy gondolom, hát ugye tavaly bajnok volt a csapat, és nagyon jó játékosok alkotják, úgyhogy sokkal könnyebb játszani, sokkal egyszerűbb játszani itt, és valamint megvan egy olyan konkurencia is, és olyan célok, amik arra ösztönzik a játékosokat, hogy minden mérkőzésen kihozzák a maximumot magukból.